Többek között ezen a vércukorszintmérésen is részt vehettek a Tolna megyei kormányhivatal dolgozói, a Tolna megye egészségért nevet viselő kampány keretein belül, melynek célja a leggyakoribb betegségek időbeli felismerése és kiszűrése volt. Egy egészségmegőrző programra kerül sor a múlt héten a Tolna megyei kormányhivatal és a Tolna megyei Barassa János Kórház, illetve az egészségfejlesztési iroda aláírt egy együttműködési megállapodást. A megállapodás lényege az, hogy ami részben a Tolna megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának a feladatába tartozik az egészségmegőrzés, ezt konkrét programokkal tudjuk megvalósítani. Ennek első állomása a kormányhivatal dolgozóinak a szűrése, egészségügyi szűrése. Erre a szűrőprogramra minden egyes járásban sor kerül. Szekszárdon 2 nap lesz ez a szűrőprogram, a többi járásban pedig most tavasszal 1-1 nap kerül sor erre a programra. A program keretében sor kerül szénmonoxidmérésre, vércukorszintmérésre, testzsír mérésre, bokakar kardiológiai vizsgálatra, bőrgyógyászati vizsgálatra, illetve szájüreg vizsgálatra. A célja ennek a programnak az, hogy tekintettel arra, hogy Tolna megye, illetve Magyarország lakosságának az átlag életkora még mindig nagyon elmarad az Európai Uniós átlagtól, és ezen javítani elsősorban az életmód tanácsadással tudunk. Gondolok itt a különböző rizikofaktorok kiküszöbölésére, mint a dohányzás, a mozgásszegény életmód, az alkoholfogyasztás. Erre is sor kerül egyébként a mai napon, illetve a másik, ami hozzájárul az átlag életkor növeléséhez, ezek az egészségügyi szűrések, melynek a célja az, hogy a különböző betegségeket minél előbb felismerjük, és ezáltal minél jobb hatékonysággal tudjuk gyógyítani. Tekintettel arra, hogy a szűrővizsgálatok többnyire térben és időben elkülönülten jelennek meg, tehát nagyon nehéz az, hogy egy dolgozó ember ezen a szűrővizsgálatokon hétköznap munkaidőben mindenhol megjelenjen, ezért gondoltuk azt, hogy először a Tolna megyei kormányhivatal dolgozóinak adjuk meg ezt a lehetőséget. A hivatal dolgozói egy időben egy helyen vehettek részt az összes szűrővizsgálaton, melynek nagy előnye volt, hogy egyszer kellett csak időpontot foglalniuk. A népegészségügyi beavatkozások közül a legfontosabb talán a lakosságnak az egészség tudatos életmódra nevelése, oktatása, másrészt pedig a korai szűrővizsgálatok fontosságának a hangsúlyozása. Ez a két fontos eleme van azoknak a népegészségügyi beavatkozásoknak, amiket a Tolna megyei kormányhivatal és népegészségügyi feladat körében a megye többi szereplőjével, egészségügyi szolgáltatókkal, illetve az egészségfejlesztési irodákkal összefogva végez. A programsorozatnak az első elemében egyébként Tolna megye egészségéért 2022 programot hirdetett a kormányhivatal ez évben, azért, hogy ezekkel a szereplőkkel összefogva ezt a népegészségügyi tevékenységet a teljes megye lakosságára kiterjesztve minél hatékonyabban tudja végezni. Első elemeként, mint egy modellprogram, egy kezelhető körülbelül 1000 fős kormányhivatali dolgozókat célcsoportnak tekintve indítottuk ezt a programot a kormányhivatal dolgozóinak, illetve jó példával is szeretnénk ezzel elől járni a megye lakosai előtt. Hangsúlyoznám azt, hogy egy szűrőprogram akkor ér csak valamit, hogyha a kiszűrt személyeknek az utánkövetésére hangsúly van fektetve, és ők úgymond karban vannak utána tartva. Mi erre törekszünk, az egészségnapjainkon ez megoldott, akiket az orvosok kiszűrnek, vagy bármely mért érték, kóros eltérést mutat, őnekik a házi orvoshoz irányításuk egyrészt megszervezett, másrésztől pedig a szakorvosok általi gondozásba vételük is rögtön itt az egészségnapon elindul. A magas koleszterin és vércukorszint tovább növelheti a kockázatokat. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak. Talán a szívérendszeri szűrővizsgálatok nincsenek annyira a lakosságnak a tudatába benne, mint a daganatos betegségeké. Rendkívül fontos nyilván a daganatos betegségek szűrése is, de azért azt tudni kell, hogy a vezető halálok, és hogyha bárkit az utcán megkérdezünk, meg sajnos akár szakembereket is, akkor hajlamosabbak rávágni, hogy a daganatos betegségeknek nagyobb a halálozása, és ez sajnos nincsen így, vagy hát nem tudom sajnos, de a szívérendszeri betegségek világszerte a mi hazánkban is vezetik a halálokat. Statisztikákat, még a nők esetében is, és ez megint csak egy olyan tévhit, hogy a nők védve vannak egy bizonyos életkorig a szívbetegségek eszem, mert ez nem így van. Tehát nagyon fontosak a szűrővizsgálatok, és hát ezek a szűrővizsgálatok
tartalmazzák azokat az általános rizikotényezőket, mint a vérnyomás. Ugye sokan mondják, hogy nekem csak a vérnyomásom magas, mint hogyha az egy ilyen banális probléma lenne, pedig a első számú közellenségről, a legfőbb némagyilkosról beszélünk. Némagyilkos amiatt, mert nagyon sokáig nem okoz tüneteket, sok esetben már az első tünet lehet, hogy az utolsó, mert történik egy érrendszeri katasztrófa. Világszerte több mint 1,5 milliárd ember él magas vérnyomással, és évente 10 millió haláleset köthető a hipertóniához. Rendszeres testmozgással, egészséges táplálkozással, minimális só- és cukorbevitellel rengeteg betegség megelőzhető.